ez az Andonik 4-es. Szia, Anett! Szia, Pisti! Szavasztok! Szia, sziasztok! Mai vendégünk Szigeti Feri! Hello, Feri! Szavasztok! Sziasztok! Szia! Ezt szeretném, ha ezt a történetet elmesélnéd, mert mielőtt bekapcsoltuk volna a felvezünket, te elmesélted, hogy ismeretlenek jönnek oda hozzád, nem egyszer előfordul, és ismerősként köszöntenek, mert hát ugye sokszor látnak, és azt gondolják, hogy te egy haver vagy. Mi igen. Volt a legdurvább, a legszürreálisabb? Hát az előbb mondtam, hogy Budán a történet környékén ez megállított egy pacák, azt mondja, hogy te vagy a Szigeti Feri? Még igen. Még. Én egyszer köszöntek az egyikben. Bocsánat, csak, ja. csak egy rövid reagálás, mert egyszer volt egy történet, hogy egy mulatos emberke, ugyanúgy Szigeti Ferencnek hívják, és Szigeti Feriként elkezdett zenélni. És akkor szeretted volna, hogy ő ne legyen Szigeti Feri. Igen. Téged volt ilyen. Érek össze vele. Hát lehet, hogy ezért kérdezte. Hát itt ahogy kimegyek a házamból a Balaton út sarkán, van egy óriás plakát, és akkor úgy kezdődött, hogy mentem ki kocsival, és látod óriás plakátot, vagy Mulat az Aréna címmel, vagy milyes volt címe, engem. És akkor ott egy csak közreműködők, és Szigeti Ferenc. És akkor és kezdtem kapni a telefonokat, hogy Feri, már te is. Most átférsz, hogy lakképes vagy, te is lakodom. Én mondom, így. És akkor láttam ezt a plakátot, akkor én fölvettem a kapcsolatot ezzel a sráccal, aki nagyon aranyos egyébként értelmes srác, aztán egy pár hét nem is vitta, csak beszélgetett, és utána aztán ő Fercsi lett, most Szigeti Fercsi legyen. Ott egyébként ott jobban is hangzik szerintem ott a Szigeti Fercsi. Igen, őt úgy is hívják, tehát ő azért vágta föl ezt a Fercsi, mert a barátai szerette így szólítani Fercsi. Ez jobban. Én meg egyszer képzeljétek el, hogy pont szálltam ki a kocsival az egyik ilyen bevásárló központ parkolójába, és hát tudod, ez a mi van, fiú, pont találkozott. Tudod, ez szokott lenni ilyen találkozó helyez, de a benzinkút a másik, tudod, a kávéznak a fiúk, tudod, és akkor ennyit csíptem el, hogy egyik véletlen összefutottak, és tudod, semmi hello, szia, mi van, egy család, gyerekek, valami, nem? Ez az kérdés hangzott ez szó szerint, szevasz! Hát te még kim vagy? Szerről a mégre jutott eszembe, hogy szia, te vagy még a... Te még kim vagy? Ja, Istenem. Nekem még egy eszemült előre egy sztória. Nagyon ritkán, sőt, inkább azt mondom, hogy nagyon ritkán utazom a metró, által autóval járok, de egyszer-kétszer, mikor nagyon egyszerű a 4-es metróval valahogy jutni, álltam a metrón, és felszállt egy három tagú baráti társasági dumát, és csak egyik így rám fordult, odafordult, visszafordult, odafordult, azt mondja, te, ez nem a Szigeti Feri? Azt mondja, másik oda nézett, hát mi a francot keresne az itt? Persze, igen. Jó, ezek egyébként, ezek kemények, akár erről is lehet, mert én jártam egy unokatestvérrel, csak egy gyorsan elmes, aztán befejezem ezt a... De nyugodtan, ezek jó sztori. Beültünk, hogy unokatestvérrel, lehet, hogy Csongrádon lakott még akkor, és én még akkor aktívot vezettem. De hát akkor nem volt ennyi tévécsatorna, hát ugye volt 2-3, aztán kész volt, hogy akkor milliók nézték még akkor. És beültünk egy kávézóba Csongrádon, láttam, hogy néznek ott a szomszéd, aztán hát nyilván ott az, hogy egy TV2 műsor, ez ugye az úgymond nagy dolog volt, ma már nem annyira, de azért akkor ez mint 20 év ezelőtt, vagy 15 év ezelőtt nagy dolog volt. Néznek a szomszéd asztaltól, feláll, odajön, azt mondja a barátnőm, hogy te vagy a Szebenni István a TV-ből. Hát mondom, igen, rám néz, de majdnem lehányt, tudod, így elhúz egy a szájszét, azért, mert egy kicsit hasonlítasz rá. És fogta, és elment. És akkor így a unokatestvérem rám nézett, azt mondja, jó, megkaptad. Kell nekem villogni saját magammal, igen. Még egy, ez a jó. Búzas, hogy kiment a szigetre, hát a szigeten ugye azért vannak arcok, nem az első nap volt, tehát voltak olyanok, akik már nem nagyon tudták, hogy hol vannak, és meglátta a Búzas annyit ez a valaki. És hát ugye ismerős volt neki, de nem nagyon tudta kifejezni magát, hogy mit lát és mit akar, és ennyit tudott neki mondani így szemtől szembe pár méterre, hogy te,
Te tudod, ki vagy te? És a buszos anyja ennyit mondott neki. Igen, és tovább. Mondhatok még egyet? Rockfesztivál Pécs. Fölépett a Kártágó, és a Piramis is, akkor még a Lajos, majd a Csom Lajos nagyon jó volt vezetője, és mentem a koncerte befelé, már akkor álltak kint a tömeg, és nem volt külön ilyen művészbejárat, a tömegen keresztül mentem a gitárommal a kézbe, és az ajtó mellett állt egy srác, és azt mondja nekem a srác, hogy te Lajos, bevinnél? mondtam neki, hogy nem. Szerintem azóta is utálja a Csom Lajos. Az egész Piramis, igen. Milyen szemét volt a Csom Lajos, be sem. De ezek nagyon-nagyon jó. Anne céget kevertek össze valaha bárkivel? Volt neked ilyen sztori? Nem. Most pont azon gondolkodtam, hogy jaitok vannak. Nekem nagyon gondolkodtam. Nem emlékszem rá. Hát meg a névelrontások, hát ugye amikor minden van, hát én sose felejtem, amikor Oliver mesélte a Nacsa Oliverről, hogy felléptek, de lehet, hogy ezt nektek már meséltem egyébként, hogy felléptek egy ilyen falunapon, és a helyi speaker felkonferálta az Olivert meg az Ivánt. Ez ugye, hogy a méltán híres humorista páros Nacsi Oliver és Bagi István. Tehát, hogy a kettőből egy, de várjál, van folytatás, akik egy házi buzin ismerkedtek össze. Azt mondta Oliver, hogy a 20 perces fellépésünkben az első negyed óra az a nemek tisztázása meg az egész. Hogy hívják. Hát ezért szokták ezt mondani egyébként, hogy és én így tanultam műsort vezetni, hogy még ha ismered is, aki veled szemben ül. Igen. Tehát, hogy nézd bele nyugodtan a papírodba, és úgy olvasd fel a nevét, hogy nehogy véletlenül is. Jaj, igen. Sőt, nem, hát én meg egyszer élő adásban, aztán tényleg befejezem élő adásban, Földi Kovács Andrának kellett átadnom a szót, és az volt, hogy a híradó után azt mondja, hogy ők is ugye ilyen beszélgetős műsor volt. Tudtak, hogy ők is foglalkoznak azzal a témával. És azt akartam mondani, hogy Szia Andi, ti is foglalkoztok majd ezzel a témával. Most az élő adásban így hangzott, hogy bent volt talán pont a házelnök volt a vendég, tehát miért te lehet, tudod, bent 65 operatőr, minden, mert ugye egy stúdióban volt a beszélgetés. Odafordultam, a vége volt a híradónak, odafordultam az Andihoz, és mondta neki, ez így hangzott el szó szerint, hogy szia Andris, ti is foglalkoztak ezzel a témával, és ott ült a Andris, összecsúszott véletlenül a szó. Andris. Szia Andris! Hát hogy ott vinni tetre, hát nem lehetett elkezdeni, nyilván nem sikerült. De úgy ott ült velem szemben. Szia Andris! Hát úgyhogy így sikerült. Jó kis törig. Ugye? Tulajdonképpen azért ültünk mi így össze, hogy én azt gondoltam, hogy beszélgetünk így, hogy a zenehallgatási szokásokat. 8 perc után is jutottunk ide. Mert teljesen másképp hallgatunk ma a zenét, mint mondjuk hallgattunk a gyerekkorunkban. Kezdjük ott, és akkor menjünk szépen sorba, kezdjük Anettel, hogy neked van-e olyan pillanat, amikor leülsz, csak azért, hogy zenét hallgass. Tehát amikor az a történet az életedben, csak az történik, hogy te most zenét hallgatsz. Sajnos nincs. Nagyon-nagyon ritkán hallgatok zenét mostanában, egyedül, amikor kocsiba ülök, de ott is általában telefonálok, ugye. Mert még bent vagyok az irodában, ugye tárgyalok, vagy dolgozom, akkor inkább nem nagyon van időm csevegni bárkivel is, és mikor beülök az autóba, általában akkor szoktam. Tehát ez nagyon-nagyon szomorú egyébként számomra is, de nagyon-nagyon keveset hallgatok zenét, pedig imádom. De gondolom régebben, mit tudom, egy gyerekkorban, tinikorban azért Walkman. Ja, persze, meg most is, hogyha tehetem úgy. Meg egyébként nagyon szerettem, még amikor régebben ugye sportoltam rendszeresen, és még edzőtáborokba jártam, meg minden, de azt imádtam, mert ott, mikor utaztunk meg minden, akkor mindig zenét hallgattam. Mindig bedugtam. És akkor milyen formában hallgattad a zenét? Walkman, CD, kazetta?
Hát te itt ceruzával tekerted vissza a kazettát? Igen, volt, igen, még régen. Volt, Walkmanem is, volt CD lejátszom, ilyen kis. Aztán ugye, ahogy változtak az idők, vagy, tehát most meg már ugye telefonról igazából, tehát hogy... És akkor van mindenféle alkalmazás, amin keresztül hallgatod az embert. De én abszolút ehhez teljesen nem vagyok okos, tehát hogy a gyerekem, a 11 éves kisfiam, tehát ő tudja, hogy hova kell, mit kell, telefonomra rátört bármilyen zenét, nekem fogalmam, tehát a csengő hangomat nem nagyon tudom beállítani, tehát mindent a gyermekem csinál, úgyhogy én abszolút nem vagyok ezekbe jártas, tehát hogy nekem ez tök furcsa, hogy bármit rá tudok tölteni a telefonomra, tehát hogy... És otthon van még lemezjátszó, az klasszikus lemezjátszó, CD-játszó, kazettás magnó, van ezek közül bármi? Nincs. Pont azon vagyok most, hogy be kellene szerezni, mert még van egy csomó régi CD-lemezem. De viszont nincs lejátszom, tehát hogy nem tudom hallgatni, mert most már az autókban is, tehát pont olyan autó van most, amiben... Tehát már abba sincsen. És van egy csomó CD-lemezem, imádom. Ja, abbát se szokták hallgatni? Mondd de abba. Milyen humoros vagy. Úgyhogy egyáltalán lehet még kapni egyébként CD-lejátszót. Aha. Ne, CD-lejátszót lehet. Lehet kapni, persze, van, persze. Vannak egyébként, ugye, nincs már minden sarkon hanglemez volt, mint régen, régen sokkal több volt, de most állítólag megint nagy keletje van a hagyományos vinil lemezeknek, meg a lemezjátszóknak. Nem olcsó dolog. De jó, de igen, milyen Pisti. Jó lehet. Bocsánat, én ugye? A múltkor annyira kirakadtam, képzeljétek el, hogy venni szerettem volna, most mindegy, nem csak reklámot az előadónak, egy best of CD-t tőle. Igen. És bementem az egyik ilyen nagy, ahol ilyeneket lehet kapni, és bementem, szeretnék venni egy CD-t. Szóval már nem árulunk. Ezt mesélted nekem, ezt mesélted. Hogy nem árulunk? És nem árulnak CD-t. Én teljesen kiakadtam ezen, mert én mondtam, hogy de hát én szeretném meg, én nem akarom letöltögetni, mert nem is tudom, amit az Anett mondott, én is nem is akarok ezzel foglalkozni. Ha nem be akartam dugni, de hát ugye most már kocsikba se lehet... bedugni a CD-t se, tehát hogy minden annyira megváltozott, hogy őrület. Jó, mert olyan modern autóval járt, van olyan autó, amiben még kazettás is. De egyébként nem értem, hogy miért nem hagyták meg az opciót. Igen, de miért nem hagyták meg az opciót, hogy ezek az oldtimer autókról beszél, Csabi. Igen, oldtimer. De hogy miért nem lehet egyébként bedészni, nem értem, hogy ezt meg kellett kikukázni. És itt áll egy halom CD-m, és nem tudom őket hallgatni. És tudjátok, milyen megoldást találtam ki? És Anett, ezt neked javaslom, tök jó. Ez a konyhai antennás kisrádió. Én bementem, vettem egy ilyet, és reggel, amikor lejössz a kávé, csak abban, ha 10-15 percben ott zenét bekapcsolt, pütty, már arra jó, tényleg. De azon akkor... van CD-játszó is? Van nincs, benne. Se CD nincs. Csak de hát, sima rádió. És tekergetős a tetején a csatorna. Nem között, ez sima ilyen, ez csak a csatornát tudod így tekergetni a tetején. Antenna, és olyan kis jó pofa, úgyhogy nekünk ez... Ugyan. Hát ennél nem, az enyém szarabb. De ilyen. De nagyon. Ez egy kis üvé. Nagymamámnak van ilyen. Azt képzelem el, hogy neki mindenem van. Tehát neked szerintem még régi lemezjátszód is van. Ezt képzelem. Hát figyelj, már a koromnál fogva, mint korelnök itt ebben a csapatban nyilván. Én még ugye a Mambo Magnó is volt nekem, meg Pacsét a rádió, szóval ez a 60-as években ugye abból vettük fel a rádióból, a Cseke Lásztól, meg a Komiáti műsorok vettük fel ugye a Mambo Magnó a zenéket, és azt arról tanultuk meg. Az volt a mi rockiskolánk, ugye a Csabinak nem kell mondani, szóval az a helyzet, hogy ott ültem a Mambo Magnóval, fölvettük a számokat. Ha mondjuk, hogyha a Szabad Európa rádióból vettük föl, akkor általában zavarták ugye, a politikai okból. És előfordult, hogy a szám közepet csak eltűnt, vagy a vége. És akkor ugye nem volt rajta a Magnós, viszont hétvégén már kellett játszani a klubba a zenekarommal, és akkor hozzá költöttünk valami hasonló megoldásra, és akkor azt játszottuk. De hát mindegy, jó volt akkor, ez nagyon jó kreatív alkalom volt. Hát nekem van egyébként lemezjátszó is, rendes, egy nagy Lemco, ilyen nagy súlyos tányéros lemezjátszó van. Ez egy ilyen régi? Mert most már lehet kapni újabbakat. Nem, ez régi. Ez régi. Ellensúlyos, ahogy kell. Erősítő kell. Igen. Van egy. Lentek a házban, mert itt van egy, itt próbál a zenekar, és akár hogy próbálunk. És itt van egy komplet, ilyen nagyon régi, klasszikus hifi torony.
Tehát alul egy, jó, egy erős, azon egy tuner, azon egy kazettás magnó, dupla kazettás magnó, és akkor a tetején van még olyan effekt, és akkor oldalt meg van egy nagy Lenko lemezjátszó. De jó. És mennyire megvan a bája, amikor elindítod a lemezt, és az a finom kis... Hát az benne van. Hát persze, hát az a lemeznek a feelingje. Nagyon sokat szoktam vitatkozni különböző hifi, nem akarok csúnyaszót adni, hifi őrült emberekkel, akik már akik mániásak, ugye, hogy hú, a vinil az jobban szól, mint a CD. És akkor csöndesen megérzem, hogy ez azért nem egészen így van. Mégpedig, és akkor dehogy nem, hát tudnak, mert az úgy szól, azon minden van. Mondom, hát jó, fia, hallgass rám, én érdekem, ez a szakmám. Zenei rendező voltam, meg producer, dolgoztam stúdiókban évtizedekig. Voltam kint a Dorogi, annak kint a Dorogi lemezgyártó, amit emlékszel, ott a Dorogi, ott volt a hangnemezjának a gyártóüzeme, ott gyártok vinileket. Ha emlékszem azokra a lemezekre, amit én készítettem a stúdióba, és akkor végigkövettem a dologra is, megnézve, hogy jól szóljon, hogy minden. Ott úgyis az volt a szokás, de más lemezgyártóknál is, hogy ha hosszabb volt a lemez pár perccel, akkor ugye össze kellett tömöríteni. És ugye ez mindig a hangulás rovására ment, ugye a lemezjátszó ez egy mechanikus dolog, ugye ilyen apró barázdákon megy és az adja ki a hangot. És akkor össze kell tömöríteni a hangzás, és ahogy tömörítették, úgy romlott a hangminőség, egyre halkabb lett. Mint a képeket is. És igen, tehát az amplitúdó, meg hogy ne ugorjon ki a tű a barázdából, tehát nem lehet túl dinamikával. Úgyhogy ezek sajnos nagyon rongálták a minőséget. Ugyanakkor a CD-n, amikor megjelent a digitális hangrögzítés, és a CD az ugyanazt, gyakorlatilag ugyanazt a hangtartomány tartalmazza, mint a stúdió hangzás. Tehát ott nem lehet vita, ott nem lehet. Mondjuk ott is lehet tömöríteni, ma már lehet tömöríteni, de akkor igen, még ez nem volt. Tehát egy akkorabeli CD-t fölraksz, az biztos, hogy nagyon-nagyon hasonlít a stúdió hangzáshoz. Ami még a minőséghez tartozik az én számomra, és ami nekem nagyon hiányzik, mert én ugyanúgy a telefonomról hallgatok zenét, én sokszor ülök le csak azért, hogy zenét hallgassak, és nekem is van mindenféle alkalmazás, amin keresztül zenét hallgatok, de nekem ami hiányzik a régi lemezekhez és a CD-khez képest, hogy én mindig úgy ültem le régen zenét hallgatni, hogy fogtam a borítót a kezembe, és nézegettem a képeket, a szövegeket, egyáltalán a borítónak a grafikáját, a CD-ben lapoztam a kis könyvet. És benne volt tényleg a számoknak a szövegben. Igen, benne volt a szöveg. Csaba, mutathatok egyet most, ha nem veszed reklámnak? Hát ha ott van a kezed ügyében? Hát nem egy kártágó lemez. Egered van. Megmutathatom? Mutasd meg. De ez egy vinil. Nekem van, ez nem. Csak nekem fönn van a padláson, én most nem megyek fel értem. A kártagó a padláson? Nem szép. Nincs lemezjátó hozzá. Várja. Hol legyen a kártagó, érted? Fogok venni ilyen lemezjátszót. Igen, ez olyan, mert olyan klassz dolog. Ez milyen jó. Tényleg a padláson rengeteg lemezem van. Nagyon nagy feeling, igen. Dugd vissza a füledet, és akkor hallom. Visszadugom a fülembe. Jaj, de jó. Jaj, nézd már, és véletlenül pont egy ilyen újabb kártagó lemez, tehát nem egy régi. Szóval ez de olyan, jó. Ez olyan tudod, amit most még le van fóliázva különben, aha, tehát hogy benne van egy hatalmas nagy belső rész, és ugye ott lehet olvasgatni, tehát igen. Azért kérdeztem, nem akadt most ki, de így néz ki, aki nem látta, még vinilt, az ér. És nagyon elfogadom, most... meg elfogadjuk mindannyian, ha nekünk akarod adni, csak nekem például nincs hát lehet, én nem, hát azért én nem gondoltam rá, mondtad, hogy nincs. Hát meg amúgy is csak felrakná a padlás. Igen, hát abszolút, meg nem, ahhoz meg, hogy szobadíszolt meg, drága. De lehet egyébként... Drágább... Ja, bocsánat, igen. Bocsánat, tehát, hogy ezt meg lehet vásárolni valahol? Vagy persze, árulják. Hagyd nem mondjak most. Tehát, hogy nincsenek lemezboltok, hát hol áll? De tényleg tudok. Neten? Mondhatok ki szét? Egy neten meg lehet rendelni. Persze, mond. Hát a média már például foglalkozik. Ott van egy külön CD, és van egy vinni részleg is, egész komoly vinni részleg. Igen, néha egész értékes, régi vizéket is időnként. Mondjuk, hogy még talán lemezjátszót is. Van lemezjátszó is. Van nekik, most egyébként, van nekik digitális lemezjátszó is, ami hasonlóképp működik, de már modern technológiából megoldva. Attól még sercek persze, mondom a Pistának.
Igen, de ugye ez olyan jó feeling. Hát az a feeling benne, igen, az a feeling úgy sercek. Hát, tehát mondjuk én simán el tudom kézni, például mondjuk egy ilyen egy karácsonykor, most tényleg nem azért, de hogy fogod, berakod a CD-t, meg elindítod a telefonodról a karácsonyi zenét, az olyan lélekromboló, hogy akkor, akkor nyomd át a izét, és akkor nyomogatod. Igen, és közben belesörög valaki, hogy igen, meg elindul a reklám, hogy és újra nem gombás a lábom, meg izét, tehát hogy most ez, hogy megy a karácsonyi dal. Tehát, hogy nálam ez másképp, nálam másképp. Felrakni egy lemezt, milyen szép. Igen. Na ez nálam, most nálam így lesz karácsony. Tök jó. Nálam másképp van, mert nekem úgy van, hogy itt a szobámban van egy hifi torony, ez egy klasszikus, de ilyen egybe szabott, egy ilyen, ez modern, akkor jön, nagyon modern volt, van benne még minidisk is, tudod, mi a Csabi, mi a minidisk? Az nem jött be, kiment. És van nekem, én voltam a producer, van egy Sztár Karácsony nevű kiadványom, amit annak idején a kiadomnál adtam ki. Különböző magyar énekesek énekelnek rajta karácsonyi dalokat. Ugye annak idején, ha emlékeztek, a Hungarotonak volt egy nagyon sokáig működő kiadványa, a Csendeség címmel. Uh-huh. Az egy vinyl lehetett kapni először, és évtizedekig mindenki azt vette, azt vitte haza. Az volt a karácsonyi zene. Igen. Föl lehetett tenni karácsonykot. És ebből a gondolatba adódva, amikor aztán kiadó igazgató lettem, akkor eszembe jutott, hogy hát miért nem csinálunk ebből egy újat. És akkor találtam hozzá meg a zenészeket, és ezek a klasszikus, szép régi karácsony, Csendeség, Hullapelyes, Fehér Hó, Kis karácsony, Nagy karácsony, sorolhatnám. Ezeket újra hangszereltettem, és magyar akkori sztár énekesekkel elénekeltettem, és nagyon nagy siker volt a lemez. Hogy neveket, kik énekeltek? A legelső Kulka Jánostól kezdek, Szantusz Barbara, Rezső, akkor Takács Tomi, Pataki nem. Ez ilyen 90-es években csináltad? Vagy igen, körülbelül igen, 90-es években. És ez hatalmas példányszába elkeltek, nagyon-nagyon nagy siker volt a lemeznek, jól is kerestem vele. És akkor... Boldog karácsony! egyik kedvenc kiadvány, igen. Aztán később pár év múlva, aztán mikor már úgy gondoltam, most már kezdett lefelé, már nem fogyott ebből 200 ezer, már csak 100 ezer darab, akkor fölfrissítettem, és akkor az volt a következő, a Sztár Karácsony Junior. És akkor az akkori fiatal sztárok, hogy Kefirre, akik jöttek, akkor az újabb jöttek, azok is ugyanaz az alap megmaradt, tehát nagyon olcsó lett a felújítás, csak úgy ráénekeltek aztán később csináltam meg a Sztár Karácsony. Az is lehet, meg a szárosok énekelték a karácsony dolgokat, tehát ez elég hasznos kiadvány volt, mondhatom így. De nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy karácsonykor ezt a lemezt szoktam betenni itt a szobámba. Na most itt nem látjátok, itt szembe vele van olyan rajta, a folyosó, és akkor az étkező konyha, a nappali. Na most itt teljes hangerővel állítom, és ugye elindul ez a lemez, és akkor karácsonyi vacsora vagy este bédnél. Azt szoktam én hallani itt a 17. kerületben. Igen, de hangerővel nem tudom. Abszolút szó. Csak az kint ott a nappaliban, ott már csak ilyen ízé, ott szól egy karácsonyi hangulat, zene van. Csak hát az a baj, ezt most már lassan olyan 15 éve ezt az egyet hallgatják, és a gyerekeim, akik ott persze felnőttek, mondták, hogy papa, ugye nem rakod be még ilyen a Sztár Karácsonyt. De ez tök jó, ez jó. Nagyon jó. Sőt, még a telefonon mondom, hogy csináltam bele egy spanyol gitáros verziót, amit viszont eljátszottam végig. Tehát van olyan is, hogy egy dalokat szép gitárral eljátszom, az is nagyon jó. Már ez volt a reklámhelye, bocs. Jó. Figyelj, ha kellenek újabb előadók, a sztárválogatott énekelni tudó tagjait örömmel. Meg is fogant a fejembe, most jó ötlet, igen. Éppen most, itt az ideje felújítani a sztárkat. Mert sosem jutott volna eszedbe például MC Havert, vagy Teknő Mikit felkérni egy ilyenre, ugye? Meggondolná. Na. Pedig meglepődnél, igen, a Miki, hogy énekel. Igen, biztos, hogy énekel, persze. Mit szerint van is vele, persze. Jól van. Ferikém, nagyon szépen köszönjük a fantasztikus sztorikat. Jól esett beszélgetni veled. Karácsonykor eszembe fog szűnni, amikor énekek a hullapálya zöld bankó című. És hogyha szeretnél küldeni a lemezt, akkor mondjuk a címet, hogy hova kell küldened a lemezt. Rendben van, intézkedek mindent. Mindent megteszem. Sziasztok. Nagyon köszönjük. Sziasztok.